Köszöntöm nézőinket, a Városi Televízió hírműsorát látják. A kistérségi vasúti közlekedés jövőjét érintette az a tanácskozás, amelyet ma tartottak Pápán a Városházán. A rendezvényen szó esett a Pápa-Csorna vasútvonalról, és tárgyalták egy esetleges Pápa-Csorna-Győr-Veszprém vasúti négyszög lehetőségét is. Kormányzati döntés nyomán 2007-ben szűnt meg a Pápa-Csorna vasútvonalon a személyszállítás. Az érintett települések vezetői azóta több alkalommal is tanácskoztak közlekedési szakemberekkel arról, hogy milyen lehetőségek lennének a vasútvonal újraindítására. Mindenki keresi a megoldást. Félünk mindannyian attól, hogy a magyar vidék mint olyan szinte megsemmisül, leépítenek mindent, ami a lakosságot helyben tartaná. Tehát minden olyan lehetőséget, amik itt